Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Zemplén Televízió nézőit innen Sárospatakról, az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokából. Egy nagyon különleges eseménynek lehetünk most szemtanúi, hiszen egy olyan teremlabdarúgó tornára kerül sor, ami talán mondhatom nyugodtan még soha nem volt a városunkban. Egy olyan csapat fogadta el a meghívásunkat, amelyre nyugodtan mondhatjuk, hogy a labdarúgás utolsó igazán nagy magyar korszakának a csapata. Az 1986-os világbajnokságon járt magyar válogatott öreg fiú csapata fogadta el a meghívásunkat és vesz részt egy négyes tornán. Már is egy nagyszerű támadást láthattunk. Négy csapat vesz részt ezen a tornán. A Sárospataki Tornaklub öreg fiúk csapata, Sátoraljaújhelyi Botkő Kft. Néven Sátoraljaújhelyi öreg fiúk csapata vegyesen, a Sárospatakiakkal a Fox Kft. És a magyar válogatott. Az első mérkőzést a magyar válogatott és a Fox Kft. Játsza. 2x15 percet játszanak egyébként a csapatok. És már is egy nagyszerű megugrás. Szető Lajos próbál meg elhúzni, de nagyszerűen jön ki Veréb György a kapuból, aki a válogatott kapusa ezen a tornán. Elmondanám a két csapat összeállítását, a menet közben persze megismerkedünk mindenkivel. Most éppen Váci Zoltán próbálja megindítani Sallait, egy nagyszerű lövés, egy picit lecsúszott, így aztán bedobás, illetve kapuskirúgással folytatódik. Tehát a válogatott 1-es Veréb György, 3-as Kardos József, 10-es Sallai Sándor, 5-ös Zámbó Sándor, 8-as Garaba Imre, 6-os Máriás Zsolt, 13-as Váci Zoltán, 15-ös Limperger Zsolt, 11-es Nagy Antal és 7-es Nagy Varga Péter. Ebből a felsorolásból is látszik, hogy nagyon-nagyon híres, többszörös válogatottakról van szó. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy elfogadták a meghívást és itt vannak. A Fox Kft. 5-ös Cető Lajos, 10-es Kubus Miklós, 6-os Rusznák Pál, 9-es Mahalek János, 4-es Aros Attila, 7-es Horváth Tibor, 1-es Szegedi Imre, 11-es Balla János és 2-es Répási Attila. Nézzük most már a mérkőzést, és menet közben majd néhány játékosról egy kicsit részletesebben is fogok szólni, hiszen azt hiszem a mai fiatalok már nem biztos, hogy látták őket játszani, pedig megérdemelnék, hogy emlékezzünk róluk is, látjuk a mostani játékokat is, hogy bizony-bizony azért a labdával még azt csinálnak, amit akarnak, még ha a kilók egy kicsit többek, és a láb, illetve a tüdő is egy kicsit már nehezebben veszi a levegőt, de nagyszerű dolgokra képesek. Bízunk benne, hogy a mai tornán is látványos és szép akciók sokasságát fogjuk látni, illetve hát bízunk abban, hogy nagyon sok gólt is, hiszen az a játéknak a sava borsa. Éppen Váci Zoltánnál van a labda, megindul közép felé, egy nagyszerű csel, még egy, most már lövőhelyzetben van, és egy picit hátulról megakasztották, de ez elég volt ahhoz, hogy elveszítse a labdát. Balla János indít, egy nagyszerű indítás Cető felé, de Veréb György ismét remekül helyezkedett és lehúzta. Kardos Józsefnél van a labda, aztán Garabához, aki több mint 80-szoros válogatott. Egy hosszú elődobás, Váci veszi le a labdát a középpályánál, megfordul, egy remek indítás, Máriás is próbál meccselezni, aztán sikerül szerelni, Mahalek indít, Balla János nagyszerűen ki Rusznák Palihoz, az átadás egy kicsit pontatlan, Garaba Imre szerel, mint ahogy fénykorában is oly sokszor. Már is indítja Váci Zoltánt, egy remek átadás, Máriási, és vissza már nem jön a labda. Mahalek Jani remekül állta az útját, bedobás következik a válogatott javára. Egy nagyon és meg is van az első gólunk, 13-assal Váci Zoltán a gólszerző. Váci Zoltán 1966-os születésű, tehát ő is már bőven benne van a 40-es fölötti kategóriában. 1-0-ra vezet tehát a válogatott. A mérkőzés negyedik percében született az első találat. Egy remek indítás a bal szélen, Mahalek, egy hatalmas gól! Nagyon-nagyon jól találta el Mahalek János a labdát, és a léc alá bevágta a Fox Kft. Egyenlítő gólját, 1-1 az állás.
hosszú indítás, egy pici gond adódott a labdakezeléssel, Sallai Sándor részéről, így most bedobással következik a Fox Kft. Remek pörgetés, balla próbál meg a bal oldalon, nagyszerű csellel megy a Váci mellett, és ott a második! Balla János a második gól szerzője a Fox Kft. Részéről. 2-1 a Fox Kft. Javára. Azt hiszem még egy kis időre van szükség, mire a válogatott tagjai bemelegednek, hiszen azért nemrég érkeztek meg, és a bemelegítésre nem túl sok idejük volt. Báci Zoltán végzi a berúgást. Ja, jó. Ismét Váci Máriási, egy nagy lövés Nagy Varga Pétertől vissza. És aztán Szeged Imre, a Fox Kft. Kapusa tisztáz bedobása. Máriási végzi el a bedobást. Benne a hatos vonalánál. Újra, és sikerült tisztázni végre a Fox Kft.-nek. Kardos íveli vissza Váci felé, de Rusznák remekül szerel, így szöglet következik. Egy keresztbe lőtt labda, de nem volt érkező, így aztán a kapusé. Balla János cselezget a saját térfejének a közepén. Egy kis átadás hiba is, Váci Zoltán majdnem lecsapott rá. Sallai Sándor még jobb hátvédben, mint annak idején oly sokszor. A jobb hátvéd posztján. Aztán most egy cserét láthatunk. Limperger Zsolt lépett pályára 15-ös mezben. Garaba Imre helyett láthatjuk most a pályán. Váci Zoltán. Aztán ismét bedobás. Limperger Zsolt végzi el a bedobást, vagy berugást. Vácihoz hátra. Egy remek indítás. Egy picit mellé Nagy Varga Péter, aki vendégként szerepel a válogatott csapatban. Egyébként ő is volt Diósgyőri játékos. Egy nagyszerű indítás. És a kapus, hát mondjuk így eltalálták a labdával. Limperger engedi maga elé, keresi a társat, Sallai személyében találja meg hátul. Az indítás nem sikerült, viszont már is Sallai nagyszerűen csípte le az indítást. Máriási megfekteti a kapust, és megvan a második gól. Nagy Varga Péter a gólszerzője, de Máriásinak köszönhető Máriási Zsolt beadásának a második találat. Limperger Zsolt volt az, aki az imént beállt csereként. Hadd mondjam el róla, hogy ő 22-szeres válogatott. Magyarországon legtöbb ideig a Ferencvárosban játszott, ahol több mint 110 mérkőzésen vett részt. Egy nagyszerű cselsorozat közben, de Veréb remekül mozdult ki a kapujából. És még egy légióst láthatunk most a magyar válogatottban, Aros János, Sárospatakváros polgármesterét is leigazolta a magyar válogatott csapat, úgyhogy 9-es mezben mostantól őt látjuk a pályán. Sala indul meg, a szöktetése egy picit hosszú. Balla János pedig hatalmas ballábas lövéssel megszerzi a harmadik találatot a Fox Kft. Javára. Tehát 3-2-re vezetnek a Fox Kft. Tagjai. Ismét cserék a válogatott csapatban, és pályára lépett Zámbó Sándor. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy ő a rangidős ebben a válogatottban, hiszen 1944. október 10-én született. Tehát már a 68. életévében van. Ő
410-szer szerepelt az újpesti Dózsa csapatában, akkor még úgy hívták az Újpestet, és mindemellett 33-szoros válogatottról is beszélhetünk Zámbó Sándor személyében. Remek akció közben, Balla János jön be vissza, hátra egészen a kapushoz, Szegedi Imréhez. A mérkőzés 11. percében járunk az első félidőben, és 3-2-re vezet a Fox Kft. Zámbó Sándornál van a labda. Ő hozza fel, nagyszerűen lassan már a hatosnál jár Limpergerhez. Ő hátra próbált a Garabának, de nem sikerült. Így aztán Balla János próbál meg előre törni, és sikerül is átemelnie Verév fölött, de a kaput eltévesztette. Pontosabban szögletre tisztáztak a védők. Kubus Miklós fogja elvégezni a sarokrugást. Hátragurítja a cettőhöz, egy nagy lövés, de a védőkről, nevezetesen Váciról lepattan, Verép György pedig remekül öklöz, és bedobás következik a Fox Kft. Javára. Aros szerzi meg a labdát, az indítás egy picit pontatlan, így ismét bedobás következik. Balla próbál meg a bal oldalon megindulni, de passza pontatlan. Egy nagyon hosszú kidobás, de nem elég hosszú, mert Zámbói nem érkezett meg. Zámbó Sándorról egyébként el kell mondanom, mert az újpesti Dózsa örökös bajnoka. Sarokrugás, Garaba Imre végzi el a bedobást, a sarokrugást. És akkor néhány szót közben Garaba Imréről is ejtsünk, hiszen ő a magyar labdarúgás egyik legtöbbször válogatottságot elért játékosa, nevezetesen 82-szeres válogatottat tisztelhetünk a személyében. De most nézzük, Ballát, egy nagyszerű kiugrás, Verém mellett elhúzza, de kisodródik, innen már nem meri rálőni. Befelé cselez, így már Garaba tisztázni tudott, mint ahogy a fénykorában is utolsó emberként állt a helyén. 82-szeres válogatott Garaba Imre. A legtöbb ideig a budapesti Honvéd csapatában játszott, aztán megfordult Belgiumban a Rennes és a Charleroi csapatában is. Összesen 5 évig volt úgymond légiós. Négyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát, illetve kupagyőztes, és 1982-ben Garaba Imrét választották az év labdarúgójává. Limperger indul meg a jobb oldalon. Limperger Zsoltról az előbb már szót ejtettem, Ferencváros volt a leginkább Magyarországon a legtöbb meccsét itt vívta, több mint 130 mérkőzést játszott a Ferencvárosban. Ő pedig a légiós életét, a légióskodás Spanyolországban töltötte, a Burgos, a Celta Vigo és a Real Mallorca csapataiban. Összesen 5 évig volt Spanyolországban, most pedig egy nagyon nagy lehetőség. És ott van éppen Limperger, akiről most beszéltem, aki egyébként 22-szeres válogatottsággal is büszkélkedhet. Ő lőtte tehát a válogatott harmadik gólját, ezzel egyenlített, tehát 3-3. Felnőtt válogatottságai mellett még háromszoros ifjúsági válogatott is mondhatja magát. Fél perc van még hátra az első félidőből, 3-3 tehát az állás. És pályára lépett Kardos József is, akiről szintén el kell mondani, hogy a korosztálynak, annak a bizonyos 1986-os
mexikói világbajnokságon járt csapatnak az egyik alapembere volt. Akkor a középpálya jobb szélén játszott Kardos József, aki egyébként 1960-as születésű, tehát 52 éves. És éppen március 29-én, vagyis két nappal ezelőtt ünnepelte a születésnapját, Isten éltesse sokáig. És kezdődik a második félidő, 3-3 tehát az állás a Fox Kft. És a magyar válogatott öreg fiúk csapatai között. Nagyon szép gólokat láthattunk már az első félidőben is, reméljük ez folytatódik a második 15 percben is. Garaba Imre indul meg, tőle szokatlan módon, hiszen hátvéd volt korábban aktív időszakában, de most egy nagyon szép passz, és megvan a negyedik gól, Nagy Varga Péter a gólszerző. 4-3 tehát a válogatott javára. A mostani felállása Váci Zoltán, Garaba, Sallai, Máriási és Nagy Varga Péter a kezdő ötös, illetve a kapuban Veréb György továbbra is. Balla János próbál megcselezgetni a térfél közepén, nem sikerül. Sallai úgy, ahogy fénykorában is, most is nagyszerűen tisztáz. Garabához kerül hátra a labda. Máriási próbálja meg, de nem megy, visszakerül hozzá. Egy remek indítás Vácihoz, azonnal teszi Sallainak, egy picit Rusznák Pari közben nyúlt, így aztán szöglet következik. Jól belőtt labda, Máriás egy hatalmas bombát ereszt el, egy picit tévesztette el a kaput. A négyes számú Aros Attila indul meg a jobb szélen, Ballához viszont nem sikerül lepasszolnia, oldalról következik a válogatott Garaba, Sallai, Máriási a labda útja, aztán közben nyúlt az ellenfél, és így nem sikerült. Ezt nevezik szoros emberfogásnak, amit most Rusznák Pali bemutatott. Máriási szerzi meg a labdát Sallaihoz. Őt Balla Jani egy kicsit zavarja, de sikerül Garabához előre. Egy picire hosszú sikerült. 20 évvel ezelőtt még meg lett volna ez a labda. Répásinál van a labda, hátul a Fox Kft. Adogat Rusznák vissza Répásihoz. Keresik a lehetőséget, de a válogatott nagyszerűen zár, nem nagyon van hely. Most Balla megpróbálja előre pörgetni, de ez hosszú. Hátul adogatnak. Verébet megtámadják. Horváth Tibor, és sikerül egy bedobást elérni. Egy hosszú indítás Garaváz, na most már megvan, gyönyörűen vette le. Ezek azok az apró szépségek, amire érdemes megnézni ezeket az öreg fiúkat. Amellett, hogy hál' Istennek nagyon sok gólt láthattunk már eddig is, hiszen 4-3 az eredmény. Váci Zoltán gyönyörűen ment el, egy picit kisodródott, de visszajön. És az utolsó pillanatban sikerült belépni elé. Ismét csere történt, Garaba Imre helyett Limperger Zsolt van újra a pályán. Aztán Sallaihoz a középpályára. Váci elől, egy remek keresztlabda Limpergerhez. Vissza Sallaihoz, lassan lövőhelyzet.
Váci megpróbálja, egy kicsit tévesztette el, csak a kaput nem sokat hibázott. Egy nagyon hosszú előadás balla felé, de Máriási hazacsúsztatja, Veré pedig remekül fogja meg a labdán. Limperger kapja a kigurítást. Sallai, Máriási. Aztán vissza Vácihoz. Egy hosszú indítás Sallaihoz, aki meg is szerzi a labdát. Viszont Kubus Miklós közbelép. És aztán a kapusé a labda. A hatodik percben járunk a második félidőben. 4-3 az állás a magyar válogatott javára. Sallaitól kerül hátra Vácihoz a labda. Egy hosszú indítás Nagy Varga Péter felé. Viszont Rusznák közben nyúlt, és is sarokrugás következik. Máriási végzi el, keresi az üres embert. Ez most egy pontatlan átadás. Előre vágott labda. Veréb jön ki oldalra elvégezni a berugást. Sallai, Máriási a labda útja. Aztán Limperger a jobb szélen. Sallai remekül indul, meg is kapja. Ott a következő nagy helyzet. És az utolsó pillanatban Répási Attila szerel. Egy kis közelharc után Sallai szerzi meg a labdát. Hátra Vácihoz. Egy kis pihentető szakasz, és aztán egy kapura lövésemből megint szöglet lett. Közben cserélnek a Fox Kft-sek, és a Ross Attila lépájára Rusznák Pál helyett. Megpróbálnak egy gyors indítást, de hát ez még 10 évvel ezelőtt is gyors lett volna. Váci megy el nagyszerűen, és még ott is egy utolsó pillanatban Cető lép elé, így bedobás következik a válogatott javára. Kicsiben oldották meg Váci, Sallai, Máriási, aztán vissza Verébhez. Őt megpróbálják zavarni, és sikerül is, mert rossz helye passzolja a labdát, Limperger azonban a hatalmas termető Limperger fejjel tisztáz. Sallai remekül szerzi meg a labdát, okosan körülnéz. Máriásihoz teszi, Máriási megindul Vácihoz, és egy hatalmas bravúr Szegeditől. A Fox Kft. Kapusa nagyszerűen védett, már is egy gyors kontra. Aros Attilától egy picit elcsúszik a labda, Sallai tisztáz, Limperger, Nagy Varga. És aztán szépen, okosan, ugye, ahogy ilyenkor szokták mondani, a legjobb kondima már a labda van, úgyhogy őt kell futtatni. Hát a válogatott tagja ezt teszi, Váci gyönyörűen, és aztán a begurítás, ott az ötödik gól. Igazán szép, fantasztikusan szép a találat. Nagy Varga Péter a találat szerzője, de Váci Zoltánt kell dicsérni, aki kialakította ezt a remek helyzetet. 5-3 tehát a 9. percben. Aros János polgármester úr is pályára lépett a második félidőben, Balla János indítja el a labdát. Vissza Mahalekhez. Most egy kicsit visszahúzódik, egy távoli lövés, de ezt céltéveszt. Sallai indul meg a bal szélen, még mindig nála a labda. Középre egy picit lecsúsztak róla, így Mahalek tudott tisztázni. Sarokrugás, beleérnek, Máriásihoz kerül, Arosnak középre, a kapus remekül, Szegedi Imre remekül vetődött ki. Vissza Vácihoz, egy pici könnyelmű hazaadás, Balla Jani majdnem megszerezte, de Veréb remekül jött ki a hazagurításra. Egy hosszú bedobás, de Váci sem van. És
Salai van a középpályán, ő helyezi meg a labdát, Limpergerhez passzol. Ismét Limperger a középpályán. A passz viszont nem pontos, Horváth szerezte meg, de sajnos hosszan indított a ballát, így ez az akció már. Viszont most Salai egy hatalmas helyzetet puskázott el, picit hosszú volt már a labda, nem sikerült utolérni. Épp most mondják itt mellettünk a kollégák, hogy ezt általában mindig berúgja, de most nem sikerül. Mahalekhez kerül hátra a labda, megpróbál elindulni, társat keres, egy hosszú előradás, inkább kapura lövés lett belőle, verép azonban magabiztosan Sallaihoz a kidobott labda. A 11. percben járunk, és 5-3 az állás a magyar válogatott javára. Sallai most egy picit elveszti a labdát. Kubus próbál meg elindulni vele, de nem sikerült befejezni az akciót. Egy hosszú kidobás, Aros próbálja megkeresni veréb. Viszont bedobást tett belőle. Máriási szerez labdát, hárman a kettőre indulnak meg. Egy remek keresztbeadás, a kapus azonban Szegedi Imre jól vetődött közben. Kardos József lépett közben a pályára. Róla el kell mondanunk, hogy 33-szoros válogatott, és hazánkban az újpesti Dózsában játszotta a legtöbb mérkőzés, 229 alkalommal szerepelt. Aztán játszott még a Vasasban, és a végén a Váci Izzóban fejezte be a pályafutást. Nagyon sok helyen edzősködött is. És 1983-ban Kardos József volt az év labdarúgója Magyarországon. Most egy Fox Kft. Akció, Balla Jani cserezget. Aros polgármester úr viszont remekül szúr közbe és tisztáz. Egy hosszú bedobás, de sajnos túl hosszú, így bedobásból bedobás lesz. Újabb csere, 14-essel. Négyesre Tóth József lépett. Váci és Máriás indul, kettő az egybe. Váci nagyszerű csel, és egy picit késő Cető nagyszerűen lépett közbe. Zámbó Sándor is a pályára lépett ismét. Őróla már korábban elmondtam, hogy az újpesti Dózsában töltött 410 mérkőzésen játszott a Újpest csapatában, és közben 33-szor volt a válogatott tagja. Európa bajnoki 4. helyezett címmel büszkélkedhet Zámbó Sándor. Másfél perc van még hátra a mérkőzésből. 5-3-ra továbbra is vezet a válogatott csapat. Egy remek beadás. Balla János próbál, de veréb nagyszerűen nyúl közbe. Cető pedig a kapufát találja el. Egy kis tömegjelenet a hatoson belül, aztán vissza kijátszák. Balla próbál meg lövőhelyzetbe kerülni, sikerül is, de Zámbó Sándor nagyszerűen lépett közbe. A beadás pedig már veréből-ében hal el. Utolsó percébe lépett a mérkőzés. A magyar válogatott, azt kell mondanom, hogy magabiztos játékkal 5-3-ra vezet. És az első mérkőzést úgy néz ki, hogy győzelemmel abszolválja.
Plusznál próbál még meg egy hosszú indítás, de Kardos úgy, ahogy a fénykorában is remekül állította, és egy nagyszerű fejessel állította meg az akciót. Máriási gurítja vissza, Zambó. Utolsó másodpercekben járunk, Váci, Kardos a labda útja, aztán engedi Verébhez. Még egy akcióra van talán idő, de már úgy látom, hogy nem erőltetik, hiszen még két mérkőzése hátra van a válogatottnak. Az erővel is gazdálkodtak. Az első mérkőzésen tehát 5-3-ra győzött a magyar válogatott a Folks Kft. Csapata ellen. Hamarosan folytatjuk. Köszönjük.